Itt Szekszárd központjában egy gyors étteremben rontott rá az áldozatára a később fegyvert rántó 27 éves férfi. Miközben bent mások is vártak az ételükre, egyszerűen elkezdte ütni-vágni a szintén 20 éves fiatalt. Az áldozat, amikor kiszabadult, azonnal beugrott egy taxiba és őcsénybe menekült az unokatestvéréhez. A gázpisztolyjal felfegyverkezett támadó követte őt a saját autójával, majd amikor megálltak, elő is rántotta a pisztolyt. Az viszont több egyszerre sem sült el. A támadó miközben próbált lőni, egyre közelebb lépett a két áldozatához, végül nagyjából 30 centire tőlük sikerült elsütni a fegyvert. A karján és a hátán sebesült meg a két férfi. A lövések alkalmasak lettek volna annyiban, amennyiben más testtájt érnek, súlyosabb sérülések létrehozására is. Ezt súlyosbító körülményként vette számba a bíróság. A támadó lemondott a tárgyalásról, azaz beismert mindent, amivel vádolta az ügyész, így enyhébb büntetést kapott, mint ami járt volna neki. A szekszárdi járásbíróság 2 év börtönre ítélte a vádlottat, aki Öcsény belterületén gumilövedékkel lövöldözött. Az ítélet végrehajtását a bíróság 5 évi próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet egyebekben jogerőre emelkedett. A lövöldöző férfi tehát 5 évig bármi törvénytelenséget elkövet, biztosan börtönbe kell vonulnia.